Gyártás kategóriában a biztonságtechnikai rendszerek fejlesztésével foglalkozó Saving Kft. Kereskedelmi kategóriában a 100%-ban magyar tulajdonú Alba Csavar BT. Szolgáltatás kategóriában pedig az 1957 óta városunkban működő Kirst Optika nyerte a fehérvári fogyasztókért szakmai díjat. Mindenképpen jól esik, hogy az a gondolkodásmód, amit 25 éve folytatunk az etikus piaci magatartásért, az most úgymond meghozta a gyümölcsét, és észrevették azt, hogy ezzel a módszerrel is, amikor is a szakmaiságon túl az emberi lojalitás is egy nagyobb szerepet szánhat a hétköznapok életében. Az elismerés erkölcsi, pénzjutalommal nem jár. A követelmény azonban magas volt. 40 kritériumpontnak kellett megfelelni, és sokan már az első egy-két elvárásnak sem tudtak eleget tenni. Nem nagyon tudtak felmutatni olyan tisztaságot például az államigazgatási államhatósági eljárások a kapcsolatban, amit feltételt, munkahelyi kapcsolatok nem voltak rendezettek, vagy adóhátraléka volt például a vállalkozásnak. Ez már egy szűrő, kizáró tényező volt rögtön a vállalkozások minősítése szempontjából. De hát természetesen figyelembe kellett venni nagyon sok más tényezőt is, a kommunikációját a vállalatnak, a vállalkozásnak, a kliensekkel való bánásmódját, a reklamációs ügyintézésnek a protokolljait. Mi más lehetne a városvezetés ideája, mint az a tudatos és... Róth Péter alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, a város fontosnak tartja, hogy polgárai tudatos fogyasztók, tudatos vásárlók legyenek, mint ahogy azt is, hogy a szolgáltatói oldal a legmagasabb szinten igazodjon az igényekhez. Ezért hozták létre a szakmai díjat. 21-szer volt lehetőségem arra, hogy a fogyasztók kiváló pályázat díjait adjuk át, és tavaly felmerült a gondolata annak, hogy egy kicsit egy magasabb szintre lépve fogyasztói igényekhez, a társadalmi elvárásokhoz megfelelően egy szakmai díjat kéne alapítanunk. Ugye pár hónappal ezelőtt jelentettük be, meghirdetésre került, és hát nagy örömünkre 23 jelölés érkezett. A szakemberek azt ígérik, hamarosan még több fejlesztés történik a városban, fogyasztóvédelmi szempontból is.